számára fontos nemzeti érték és egy nemzeti kőzs, de hogyha úgy gondolod, hogy magyar pénze is szükségetek lenne ehhez a filmhez, akkor pályázatok a film alapnál, hiszen várjunk minden generációt, akik a film alaphoz bejutnak a filmterveiket. Éppen az elmúlt napokban beszéltünk arról, és itt a dolgozói mondásaihoz szeretnék csatlakozni, hogy a körülöttünk megjelent fiatal generációkkal szeretnék műhelyszerűen foglalkozni. Ha ez a Balázs Béla Film Stúdió dolga lesz, akkor olyan formában, hogyha más lesz, mert a fiatalok más akarnának, akkor abban a formában. Szeretnék közösen dolgozni velük, sok első filmes jutott be hozzá a projektre, sokan mindenkik a terembe, akik szintén velük kapnak hozzá a filmterveket. De ne felejtsük el, hogy azon túlmenően, ami a pályáztatási folyamatot illeti nálunk, azon túlmenően a film alapra az a feladat is hárult, hogy a Magyar Mozgóképp Közalapítvány tartozásainak a konszolidációval foglalkozunk. Ennyi hajna, Amerikából jött, ez igaz, de hazajött. Azokat a tapasztalatokat és azokat a tanultakat, amiket a világ számos folytán összeszedett, azokat szeretnék a magyar filmszakma jobbítására és jövőjére fordítani. Lehet, hogy ezt megkérdőjelezitek, akkor beszélgessünk róla. Azt gondolom, hogy most egy olyan struktúra jött létre, amelyik segíteni fogja a magyar filmművészetnek a további folytatását. Nagy tisztelője vagyok itt a nagy üvegeknek, akik tűnnek a teremben, Kibiknak, Mészáros Mártának, Tarbélának. Azt gondolom, hogy elismerjük közönyöktársaságokat. Azt is gondolom, hogy mi is a szakmához tartozunk valamennyien, akik ott ülünk a döntőbizottságnak, és a film alapnál dolgozunk. Tehát, ha erre igényt tartotok, mi boldogan beszélgetünk veletek, folytassuk ezt, mert ennek úgy gondolom, hogy van értelme. Az a negyedik pályázat, amiről tegnap döntöttünk, Kenyeres Bálint filmterve a tegnap, tehát négy olyan filmtervet támogatunk, amelyek közül kettő első filmes, Új Mészáros Károly és Nemes Gyula, Szász János filmje, aki szintén lassan a nagyüveg generációba élik bele, és a negyedik film Kenyeres Bálinté, tehát ő is első filmes. Egyetlen egy filmter sincs ezek között, amelyeket amerikanizálódással vagy komercializálódással lehetne vádolni. Azt gondolom, hogy a döntőbizottság teljes szakmai felkészültséggel támogatja ezeket a filmeket, és odaállunk mellé, és a maximális támogatást tegyük meg, amit kérnek, és amit a finanszírozási tervből a költséget is megkövetel. Ha további kérdéseitek vannak, akkor beszéljünk. Nem zárkozunk el, nem vagyunk ellenségek, hanem barátok vagyunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azért nem vagyok olyan boldog attól, hogy annál 5-10 évvel fiatalabb kollégáimat és barátaimat itt lenne gyüvegesztett, mert akkor én még öregek. Na jó, ezt most már nem is folytatnám. Ott hátul valaki kérdezett, hogy még oda várj, látok be. Igen? Óriási megrászol, hogy a tisztelettel köszöntök mindenkit, a fiatalokat, ilyen nyomtásokat, ezért szeretnék szólni egy pár szóban, hogy itt velünk is megkérdezünk, nem beszélni készültünk, hanem már biztos többen találkoztak velünk, akik tudtunk per generáció tévénében. Elég bizottunk egy projekt, és megkérdeztük, hogy hogyan csináljuk filmet. Most is ott van két operatőrünk, mellettem írják a scriptet. Az Uránia előterébe hárman várják a tegnapesen készült interjúkat, tehát itt vagyunk, kérdezünk, érdeklődnek is iránt rajtunk kívül is a filmjártás iránt. A YouTube csatornán ezeren megnézték már, úgyhogy semmiféle promóció vagy marketinget nem volt lehetőségünk mögé rakni. Tehát nem hiszem, hogy a fiatalok részéről az érdeklődés hiány volt lenne. Nagyon szívesen veszünk minden segítséget, jó tanácsot, valaki ad nekünk interjút, elmondja a véleményét, illetve elmondja azoknak, akik az anyagainkat megnézik, hogy hogyan kezdjen neki ma valaki filmet csinálni. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Mielőtt átadnám Surányi Andrásnak, ugye te jelentek, hogy szólhatunk. A
kijelenteni, biztos, hogy van olyan is, aki fél, de hát utána ezek nagy részért elég közel ismerem, mert 4-5 éven keresztül sikerült tanítanom őket. Én nem gondolom, hogy a Pálffy Gyuri, a Török Feri, a Figauf Mence, és most sorolhat a Hajdusz, amit kérem kifejlettem. Én úgy gondolom, lehet, hogy van ilyen is. Meg kell tőlük kérdezni. Én úgy gondolom, hogy valóban kevésbé vesznek részt a filmes körügyekben, és azért vesznek részt kevésbé, mert ez a generáció kevésbé érdeklődik. Nem azért érdeklődik kevésbé, mert valahogy ez egy rosszabbul elemeztet generáció, hihetetlen tehetséges és értékeny emberek, hanem másra nőttek be. Az előző generáció az azért érdeklődik ennyire a finanszírozás körügyek, ahogy a Hugo mondta, hogy kell játszogatni és kiátszogatni mindig az éppen aktuális politikát, mert ebben nőtt bele, ebben szocializálódott, hogy valahogy mindig meg kell találni a játékteret, hogy filmet csinálhasson. Az új generációnak, amelyik körülbelül 2000 táján tűnt föl, ugye volt ez a Simó osztály, nagyon nagy szerencséje volt, mert nem kellett ezt játszani. Akkor olyan volt a szisztéma és a struktúra, hogy nagyon gyorsan, könnyen, az egész generáció színbe léphetett és tudott filmet csinálni. Nem szocializálódtak bele ebbe a tiritori játékba. És most, amikor hirtelen megváltozott a helyzet, nem tudnak hirtelen átállni. Tehát egy másik szisztéma nevelte föl, ahol ezt nem kellett csinálniuk. Úgyhogy amikor most megint a trombita szó fölhassa, akkor hirtelen előjönnek a, hát most nem mondom olyan nagy öregek, de a náluk előző egy-két generáció, akik már ismerik ezt a trombita szót, akik már hallott, ők nem hallották ezt, ők nem ebben nőttek bele. De 10 év alatt nagyon könnyű helyzetben tudtak színbe lépni, és egymás után, ha megnézzük ezeket az alkotókat, 10 év befordása alatt 3-4-5 filmet csináltak ilyen filmesek, mint a Hajdúzakor, és a Pigafelnek, így jártak a fesztiválokat, a Pálffy Gyuri. Nem volt rá szükségük, hogy itt üljenek és arról beszéljenek, hogy milyen a finanszírozási szisztéma. Más lényegről is. Most más a helyzet, és nem biztos, hogy ők el nagyon hozzászoktak. Csak egyik mondta, akarok mondani, hogy nem gyáva emberekről van szó, én úgy gondolom, hanem egy másfajta szocializációról. Bocsánat, hogy eddig kiléptem a szerepből, de most azonnal tovább adom a szót, Surányi Andrásnak, utána én is Attila. Csak nagyon röviden egy félét is szeretnék elosztani. Legyen, hogy személyeknek és személyeknek szóló konfliktusok vannak. Péter Tági, hosszú-hosszú évek ott is nagyon dolgoztunk együtt. Tehát személyes indulatokra lefordítani, egy struktúráról beszélünk, egy olyan fajta szerkezetről, amiben a szakma azt kérdi meg, hogy a nyugaitól, alkotói és személyes nyugaitól vannak megfosztva emberek, amelyek olyan gesztusai vannak, hogy az MFC például jelezte, hogy szeretném mind a rendezők ahogy tetszik, reprezentatív szervezetet a bevonóknak, és erre kaptunk egy választ, hogy egy 20-as listából majd valaki szelektálja, hogy az MFC-nek ki a delegátja. Szóval olyan fajta gesztus rendek, amelyek megalázóak és amelyek semmisé teszik azt, hogy önálló felelősséggel átélt sorssal létező alkotók alkották a magyar filmjukat. A másik, csak utána szeretnék ugyanígy az MFC bejutott egy javaslatot arra, hogy legyen egy műhely, amely egyfelől egyfajta tehetség, gondozás, posztvalás, vélel, vagy valami betegalátéva, erre sem kapjuk szépen egy éve választ. Még egyszer mondom, nem személyekkel van, hogy sőt, én azt mondom, hogy a személyekkel nagyon szeretjük. Tisztelem és tisztel a személyeket, a személyiségeket, de egy szerkezet, ami ki van találva ebben a látszólagos koherenciában, az épp a személyiségeket teszi lehetetlen, és megalázó szerepe játszunk el. Köszönöm. Köszönjük szépen, Janis Attila. Választhatok, és az egyik ellen fordulhatok. Ha csak egy van, mint a most,
támogatásban egy van, és soha nem volt egy, amióta én filmet csinálok, nem volt egy, hanem mindig több fajta volt, stúdióból is több volt, és az egyiknek a vezetőjét cikkhattam, hogy nem értettem egyet az ő esztetikai nézetével, akkor mehettem egy másikhoz. Most egy van. És erre nem mentség az, hogy ugyanazokat támogatjátok esetleg, amit az alapítvány is támogatna, mert ez egyébként egyfajta cinizmus tulajdonképpen. Természetes, hogy mindenki az értéket keresi. De mégis van valami tisztázatlan, van valami rendezetlen ebben az egész dologban, hogy csak egyre emlékeztesselek benneteket, amikor az MLC vezetőséget itt oda mentünk, és azt kértük, hogy egyetlen egy rendező legyen jelen ebben a kuratóriumban. Mert hogy bassza meg, a rendező csinálják a filmet. A rendező. És azt mondtátok, hogy oda mehet valaki megfigyelőnek. Tehát szavazati jogban nem mehet oda egy rendező, mert ő nem filmkészítő. Akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor küldünk egyet. Erre azt mondtátok, hogy küldjük 20 nevet, és a 20-ból majd kiválasztjátok az egyet. Tehát körülbelül erről szól ez a mai nap. Erről beszélünk, és ez az, amit számunk kérünk rajtatok. És ez az én nem félek, leszarom. De folyamatosan nem csinálok több filmet. De egyébként két évvel ezelőtt másokhoz szokták a pénzt, néhány évvel később meg van. Megint mások fogják osztani a pénzt. Azt gondolom egyébként, hogy nem kell ebbe a sárgóvárásba belemenni, ami sajnos az előző napoknak a sajtóját telekedte. Azt gondolom, hogy nekünk a dolgunkat kell tenni, és azt is fogjuk tenni. Erre a szövetségben azt kérdezték, hogy hol van nektek a pénz. Nem kell azzal foglalkozni, hogy hol van a pénz. Létre fog jönni a kerekasztal, és el fogjuk kezdeni dolgozni azon, hogy egy normális pénzosztás legyen, ami plurális, ami nem a félelemre épít, nem az egzisztenciára, hanem normálisan megpróbálja működtetni. Nem azért, hogy magunknak hozzuk a pénzt. Nem azért, hogy egyfajta szemléletet képviseljük, hanem azért, hogy visszahozzuk azt, hogy sokfajta szemlélet működjön. Köszönöm szépen! Elekülünk kiért ismét szólt egy mikrofont hatodnánk neki adni. Várjuk a mikrofont. Én szeretnék egy kicsit konkrétat és reálisabb lenni ebben az ügyben. És kiindulni abból, hogy egyrészt van egy struktúra, ami nyitottnak mutatkozik arra, hogy befogadjon. Vannak emberek, akik úgy érzik, hogy ez az egyetlen struktúra, ez limitált, és ez így is van. Mindig, amikor egy van, akkor nincs választási lehetőség. Én azt szeretném kérni, hogy miután ez a szakma, és most már ez sokat hangzik el itt, mindig műhelyekben dolgozott. Nem egy műhelyben dolgozott, az csak az 50-es években volt. Több műhelyben dolgozott. Ez volt az a bizonyos 3 stúdió, aztán 4 vagy 5 stúdió, aztán a Balázs Béla, és későbbiekben is a Dárdai-féle stúdió hozta létre a magyar filmnek azokat az értékeit, ami az utolsó 40 évben elkészült. Én azt gondolom, ha valahol ott van egy költségvetési pénz, ami meghatározza azt, hogy ott van az a pénz, akkor akik ezt most pillanatilag úgymond birtokolják, azoknak kötelessége ezt a fajta nemzeti filmgyártási természetet, ami a műhelyekben való munkát jelenti, akceptálni. Én tudom, hogy van egyfajta dramaturgiai munka, egyfajta dramaturgiai tanácsadás, egyfajta olyan szemlélet, hogy a beérkező forgatókönyveket elolvassák, megvitatják, elemzik, dolgoznak rajta. Egy. Mi ahhoz vagyunk szokva. És nagyon szeretném, hogyha ezt valahogy most elmondhat az ember, nagyon sajnálom. Ő is tudomásul venné, hogy ebben az országban nem egy nagy hollywoodi stúdió működtette a magyar filmgyártást, hanem sok kis stúdió, amelyeknek voltak vezetői, amelyeknek volt művészeti tanácsuk, amelyben a rendezők, dramaturgok, operatőrök, gyártók együtt elemezték, és a Péter is, Miskolci Péter is nagyon jól emlékszik ezekre az időkre, hiszen ő is dolgozott ilyen szisztémában, és senkit nem szeretné, ha gyalázna, vagy szóval én nem szeretem a dugóhangemet, nem tartom konstruktívnak, és nem érzem, hogy valamilyen innen. Azt szeretném, ha tudomásul venni az a nevezőt,
így stúdió pillanatnyilag, mert aként működik a film alatt, hogy ha nálad a teljes magyar költségvetési finanszírozása, mert a hatosoktól is költségvetési finanszírozásként, állami pénzként működik, ha rajta van az az előfinanszírozási rendetlenségnek, a banki teognak, a pénzhiánynak és a ebből adódó helyzetnek a konszolidációs terhe is, ami nem kis teher, az ne a szakma elnevezte azt a jogászt, aki a producerekkel tárgyalt, hogy nem szoktak meg egyetlen egy producer se, én az is vagyok. És kénytelen voltam ebben a minőségemben szembesülni egy a szakma által Pitbullnak elnevezett jogász emberrel, aki a film alapot volt hivatva képviselni, és nagyon büszke volt arra, hogy ő nem ember. Nem is úgy viselkedett. De az asztalnál két ember ült. Az egyik a Havas Ágnes volt, és a másik az Andy Vajon. De csak a Pitbull beszélt. Ő neki ez volt a feladat. És a Pitbull nagyon csúnyákat beszélt, és közöttet, hogy a filmet nem is megy, nem is volt szerintem, és a végték a magyar filmjei moziba, nem érdekli. Őt a pénzét vetik. Na most, én nagyon szeretném, hogyha ilyen helyzetben soha egyetlen egy filmes producer többet az életben nem van. Amiért 190 vagy 160, mert én nem értetek a végére, meg kellett tapasztaljon, hogy leterrorizálták teljesen igazolni. Nem vették figyelembe, hogy a magyar állam volt a garantő, nem az elkívül, 193 millió forintért, én voltam a kezes, a Rajfeszen Batnál, a MMK támogatásokhoz. Erről itt nem esett szó. Ez egy abszurdum. Abszurdum volt akkor is. A magyar állam volt a kedves. A magyar állam nem teljesítette szerződésben vállalt kötelezettségét. Ezért konszolidálni kellett azt a rettenetes tömeg adósságot, ami ebből kifolyólag felfújt. De nem azzal a céllal, hogy közben a teljes produceri társadalmat állítsák pellengére, aki azt a pénzt, amit kapott az előfinanszírozó bankoktól, egy szálig beletette a filmet. És a filmeket így rossz. Tehát, hogy mondjam, itt vannak olyan nagyon éles, nagyon egzisztenciákat érintő problémák, amiket valahogy rendezni kell egymás között ahhoz, hogy ez a szakma egészségesen tudjon működni. Nem hiszem, hogy ha létrehozzuk azt a párbeszédet, a valapidul nélküli párbeszédet, ha lehetséges, amiben párbeszéd van, amikor valóban átérzitek pontosan a helyzeteteket, a felelősségeteket, és nem úgy viselkedtek, mint egy stúdió. Mert én úgy érzem, hogy egy stúdió ezt a filmművészetet, amit magyar filmművészetnek nevezünk, nem tudja lefogni. Képtelenség, de nem is szabad. Ha azt szeretnénk, hogy a fiataloknak legyen újra lehetőségünk Balázs Béla stúdió formájába, ahogy a Duzgyi és most már úgy látszik, ti is indultatok el, ha azt tesszük, hogy ki mindenki a saját műhely munkáját tudná felmutatni, nem egyenként, nem mindenki képes arra, és nem mindenki képes arra, hogy egyenként maga mögött tudja szervezni a teljes koprodukcióját, egy európai koprodukciót. Hát a minden stúdiónak az volt a dolga, hogy helyi főgyártás vezetőket, Péter nagyon jól nem nézik el. Megteremtse. És a producereknek ez a dolga, hogy megteremtsék. Most az egész produceri társadalom, az úgynevezett visszatérítendő támogatások miatt, amit 100%-ig kéne behajtani, és nincs ellentételezés, és benne vannak a filmekben. Nem akarok részletekbe belemenni, de erről senki sem szól. Tehát én azt
is bizonyos keretek között meg kéne beszélni. De nem a, szóval az igazi párbeszéd formájában, és lehetőséget teremteni arra, hogy valami fajta produkciai műhely munka, valami fajta önszerveződés, az egymás értő, ismerő embereknek a gyülekezete műhelye szóhoz jusson. És még egy szó a dokumentumfilmről, mert hát a férjeletemben azt is csinálta, és azok is nyertek mindenféle díjakat is. Én 5-6 évig csináltam egy dokumentumfilmet. Senki nem tudna. Ilyen jellegű, ilyen mélységű filmet gyártani. És nem szabad, ez egész estő és mozika bemutatott filmet. De nincs lehetőség rá, pillanatnyilag megteremteni, azért, mert az ember nem ezzel kezdi. Az ember kicsivel kezdi, építkezik, és ezt az építkezési lehetőséget, ezt a fajta műhelyünket kellene, hogy támogassátok, befogadjátok, mert nálatok van a pénz, pillanatnyilag. Akkor a ti dolog. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, és Tar Béla kért most szót. Teszünk valamit, aminek lehet, hogy most csak szimbolikus jelentősége van. De itt van 10 euró, és alapítunk egy független alapítványt. És azt mondjuk, hogy nyitunk egy másik ablakot, és a film alap csatlakozhat hozzá. Támogathatja azt az alapítványt, amely igenis felelősen megpróbál a dokumentumfilmen, az átmozi, az animációs filmen és a másfajta játékfilmen dolgozni. Ezt gondolom, hogy valami lépni kell, az egy ablak, nem ablak. Valami tisztát nem kérem, hogy tegyél el a trezorba, és kezdjük el akkor. Szeretném, hogyha jönnének és jönnének a pénzek. A következő sorrendben látom a jelentkezéseket. Csillag Ádám, Miskolci Péter és Soksi Zsárpán. Már 20! Már úgy, jó. Tessék, még lehet enni. Ez a csillagállal. Igen, ide valutát elfogadni. Nehéz megszólalni, mert tényleg az elképesztő tragikus terület producerek ilyen irgalmatlan nagy terhettek nagyon magukkal. Ehhez képest sem nem alapról lesz. Akinek csak annyi problémája van, hogyha már nem fogom tovább tolni a szekeret, akkor majd választani fogok a King Bandland, a Cián és a Kötél között, mert körülbelül ennyi esélyem van a túlélésre. Nyugdíjam az zéró lesz majd valószínűséggel, de most is nullából élek, ehhez képest azért sok-sok esés dokumentumfilmi dolgot csak azért csinálok, mert szörnyűnök makacserben vagyok, és nem kívül el, hogy eltapossanak. De a jutkára szeretnék nagyon visszautalni, hogy, én úgy érzem, hogy ez egy kettő lépünk vissza, mert ez a struktúrrendszer is ahhoz a, mégiscsak ahhoz a diktatúrához volt igazítva, de lehet, hogy tévedek. És ehhez képest én azt gondoltam, hogy előbb a lépés volt ez a pályáti rendszer, ami a rendszerváltás után valósult meg.
pofán ennek a stúdiórendszernek az emberei a diplomafilmen megmutatása során, amikor kettesben ültem valaki ellen stúdióval a Pasegedi filmgyár vezetőjében, aki aztán a diplomafilmen megtekintése után felállt, szó nélkül elment, és csak a soronkomnál tudtam utoljára, hogy megkérem arra, hogy azért mégsem menjen egy idős szó nélkül, és akkor az volt a válasz nekem, hogy ki volt az idott, hogy kitanította nektek a dramaturgiát, tette fel a kérdést, mire mondta, hogy Bacsó Péter, ő azt mondta, hogy nektek, hogy látszik, majd a hátát nézzen távol a stúdióban. Hát ez az én történetem a stúdiórendszerrel kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy én miért nem csináltam játékfilmeket, úgyhogy én oda sem lehetem kívánkozom vissza, most csak én szeretem volna. Köszönjük szépen! Arra kérjük nekik, mert az idő előre haladt, hogy próbálják meg röviden és célatörően megfogalmazni a mondani valóját. Ha jól lenne, ez most is jól kérdezik. Köszönöm szépen! Műhelyek, igen, minden. Én erre azt tudom mondani, hogy megváltozott itt sok minden, és amit ma elnevezném, hogy producer. De van, aki producerek talán elmondhatnák, hogy gondolják ezt a dolgot. A több ablakról. Akkor soroljuk, hogy az MMK mellett milyen ablakok voltak. Ugye kétségkívül létezett az NKA, amely egy évben mondjuk adott egy filmre 25 millió forintos gyártási támogatás, ez így volt, ez második ablak. Valahol létezett időként az OFTT, de azt megkérdezném, hogy szeretnénk egy olyan ablakot, ahol a kinevezett zsűri megkapta azt a listát, ami a döntéseket tartalmazta. Örülnék, hogyha valaki erről is beszélne. Arról beszélek, hogy szeretnék-e egy olyan döntési helyet, ahol a döntések úgy születnek, hogy a beküldött pályázatokat valahol színfalak mögött értékelik és eldöntik, majd a látszatból kinevezett döntőbizottságot zsűri, megkapja a listát, hogy hogy kell döntenie. Szeretnék, mert akkor én mennék is pályázni a televízióhoz, és tudom, hogy ez történne meg, bocsánat. Ami itt a legfontosabb dolog az, és azt mondtam, és nagyon örültem a Babosat itt
szakmaszerű hozzászólásának, mert azt mondtam, hogy én finoman, hogy van egy törvény. Ne haragudjatok, de úgy nem ismerte meg. És ezt mondtam az előbb is, és úgy lesz végezve nekem. Az első három pontja már nem simul a jelenlegi dolgokkal. Hát miért nincs a szakmában annyi, hogy leülünk, mint annak idején Marsal Miklós emlékeztek rá 90-ben, hogy legyen szíves és írjon egy, hogy is mondjam, jogalkotásilag olyan, nem is tudom, dolgozott 30 oldalban megérte, milyen problémák vannak a jelenleg regnáló dolog és a jelenleg fölálló szervezet viszonylag. Ez egy teljesen tiszta képet adna mindenkinek. Nem lenne, és egyébként az a legyetek, amit a Surányi mondott, nem személyekről van szó, tényleg személy szerint Miskolcval tényleg jó is voltam, jó is vagyok, az Árnyival se, semmilyen konfliktusom még nem volt, vagy a Kovács Adárral, tehát nem a személyekről, a struktúrától van szó, és ebben sajnos a világban értek egyet, egyfajta pluralitásnak kell lenni. Egyébként kihagytad a történelmi film alapítvány, kihagytad Péter Halmán felsorolásból beszélgetünk, azt a lehetőséget, hogy a tévétől függetlenül is lehet hozzájuk fordulni, most azt sem lehet, tehát ez nem egy lábon állt a szakma. Itt mindenki erről beszél, hogy az elosztási szisztéma demokratikusabb kell, hogy legyen. Az, hogy egyébként például megszüntetitek ezt az utófinanszírozást, ami borzasztó volt, hozzáteszem. És hogy nincs ez, hogy nem tudjuk, hogy miből fejezzük be a filmjeink. Ezt nagyon ütőzítőnek találom. Mert egyszerűen az ember egyfajta biztonságban érzi magát, ha megkapja a pénzt, és remélem megkapják az alkotó, hogy lehet tudja gyártani a filmet, nem úgy, mint régen, annak a szisztémát is meghozva maga hihetetlen rák felé. Tehát nem úgy kéne is ebből a csillagra értek egyet, újra kell gondolnunk, korszerűen, és lehet, hogy nem a műhely a megfelelő, ezt nem tudjuk még. A szakma most kezdve erről beszélni. Tehát nem biztos, hogy a műhely a legjobb szó, bár azért meg kell mondani, hogy ültem olyan, ahonnan a stúdióba csináltam a legtöbb filmet, ahol ez nagyon jó volt, amikor a még műhelyen kívül is, de a Gottár, a Jeles, a Simó, a Sándor Palé, és nem sormos kiállt a műhely, tehát mi volt a műhely, hogy szétszették nekem az első filmet a célőrölé, kiki, hogy mondjam, véleménye szerint véleményezte, nem voltak sértődések, persze volt a ültemény dialóga, ahol meg lettek, tehát a dialógusokban volt a sértődések, de lehet, hogy ezen működtek dolgok, én nem sírom egyébként vissza, egyetetek el a bizonyos részét, de azt, hogy el kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan bánnak artikulálja ez a sokszínű szakma a sokszínűségét, ezt muszáj valami újra gondolását ennek a struktúrának. És mondom, kérlek bennetek, a szakma, most tetszett a Béla ötlete, de arra is adjuk vissza a pénzt, hogy legyen itt a Mars, amikor most megkérdezik, aki felülvizsgálja azt, ami ma van, reálisan. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Janis Attila. Egy apró kis hozzájárulás, hogy az előbb jó OLTT is cuccoz, mert abban érintett voltam, de ami nem arról szól, hogy az OLTT-be leszóltak vagy nem szóltak le, hanem arról, hogy miért gondoljuk fontosnak azt, hogy olyan szakkollégiumok működjenek, amelyek teljesen függetlenek és bátran esetleg szembeszállnak, és semmiképpen nem képviselik a pénzosztónak az érdekeit, ami szerintem egyébként én 6 évig voltam dokumentum a szakkollégiumban, az alapítványnál soha egyszer nem szólt oda senki, mi örömmetünk volt, hogy egy évig nem beszéltünk egymással, mert annyira nem értettünk egyet, ez volt benne a legjobb. Ez volt benne a legjobb, mert ez szolgálta annak az érdekét, hogy egyébként 240 pályázatból valamilyen módon nagy szégyenek állán ki tudjuk választani ezt az 50-et, amit a legjobbnak tartottunk, és azért nagy szégyenek állán, mert ott volt másik 50, ami szintén jó volt és érdekes volt a segítségre. Amit személyesen akarok mondani, OLTT pályázat, Péter emlékeznek kell rá, az utolsó közös filmünk, valóban történt egy ilyen leszólás, bizonyos mondva csinált, ezt ismerjük két éven keresztül mondva csinált ürügyel döntötték az alapítványt és lett rágalmazva és kriminalizálva ez az egész filmszakma, ami szerencsére azért van ez a filmszemle, mert talán picit érezzük annak a méltóságát, és hogy érdekes volt a elnézést, természetesen senkinek nem szól, hanem a helyzetnek és a lehetetlenségnek szól, mindannyiunk idegessége szerintem, és nem személyeskedés, ez nyilvánvaló. De hogy egy picit a méltóságunkat is próbáljuk visszaszerezni azután a 2 éves megaláztatás után, amiben teljesen jogtalanul került. Mert senki nem rabolt, senki nem volt tolva, valóban mindenkire ez volt rásütve. Tavaly is meg akartuk csinálni a szemlét, csak a félelemről akkor sem sikerült, akkor is valahogy
nagy részét nem is ismertem. Nagy részét nem is ismertem, mert nem az a cél, hogy ismerjük a kurátorokat, nem az a cél, hogy mi küldjük oda a kurátorokat, az a cél, hogy a kurátorok teljesen függetlenek legyenek attól a szervezettől is, amelyen keresztül azt a pénzt osztják, amikor a filmnek készülnek, és akkor elfogadom a negatív döntést, és elfogadom a pozitív döntést, és soha nem állítom egyetlen döntés ellenese, a jövőben sem tenném ezt, de mindenképpen azt gondolom, hogy ez például az egyik része, nem csak a két ablak, hanem az, hogy a szervezeten belül hogy működnek ezek a dolgok. Köszönjük szépen! Eszternek kérjük egy mikrofont. Nagyon Eszter vagyok, és dokumentumfilm szakosztálynak a vezetési tagja, és azt szeretném kérni, nem tudom, hogy erre van-e lehetőség, és ez a forma az, többször konzultáltunk, és a film alapval arról, hogy nagyon jó lenne, ha létrejön egy dokumentumfilmes alap is. És a jelenlegi helyzetben úgy érzem, hogy a dokumentumfilmek kihaláson van ítélve. A mostani pályázatban 40 pályázatot engedett tovább, ebből esetleg 20 meg fog valósulni. Ugyanakkor nem látjuk biztosítva azt, hogy ezek olyan minőségűek lesznek, amelyek akár dokumentumfilmes fesztiválokon, vagy igazán komoly, mély, hosszú folyamat követő, vagy ilyen dokumentumfilmeket hozhatnának létre. Tehát még egyszer szeretném azt kérni és hangsúlyozni, hogy van-e mód arra, hogy létrejön egy dokumentumfilmes alap is, akár a film alapnak a költségvetéséből egy részt elosztani, vagy valami más, úgyhogy ezt szeretném kérni állítól, hogy próbálja ezt valamit, hogy tudom mondani, intézni. Köszönöm szépen! Én ezzel teljesen egyetértek, és abszolút egy pillanat megint. És abszolút támogatom, de ugyanakkor abszolút támogatom, hogy jöjjön létre egy animációs alap is, és abszolút támogatom, hogy jöjjön létre egy kis jelentés, egy kis játékfilmes alap is, és abszolút támogatom, hogy jöjjön létre egy filmszakkönyv, meg egy alapfózis alap is. És most végig mondta, az MMK megszüntette szakkollégiumainak a népsorát. Tehát tulajdonképpen akkor sok támadás megvált, az egy dózis, tehát ezt meg kell emésztenünk, és kell beszélnünk egymással, és kell beszélnünk veletek. Nyilván vannak nézetkülönbségek, amik elképzelhető, hogy nem fognak soha jutok otthra jutni. Vannak dolgok, amiket másképp gondolunk, vannak dolgok, amikkel el fogunk gondolkodni. Most hagyd mondjak egy olyan dolgot, amit sikerült elérni. Egyrészt hangsúlyozom azt, hogy hozzám a politika nem szól bele semmibe, semmilyen típusú olyan üzenet nem érkezett, hogy milyen filmeket, akiket kellene támogatni. De van egy jó hír, az MMK konszolidáció során, az adósság konszolidáció során, amivel rengeteget dolgoztam, de rengeteget, tehát próbálom felmérni a helyzetet. Azzal kerültünk szembe, hogy őrületes nagyságú visszatérítendő támogatás és őrületes nagyságú normatív követelés maradt fenn a történet végén. Egy olyan javaslatot terjesztettem a kormánybiztos úr elé, ami arra vonatkozott, hogy a konszolidáció során a normatív igényeket és a visszatérítendő támogatásokat össze lehessen vezetni. Ezt a kormányba vállalta. Most csak ennyit szeretnék mondani, és mi folytatjuk a munkánkat, és folytatjuk veletek a párbeszédet. Tudom, hogy fontos dolgok hangzottak el, tudom, hogy nem tudok mindenre most megoldást mondani. Arra, hogy hol a dokumentumfilm és hol az alapmozi, a következőt tudom mondani. A dokumentumfilmeseknek ma egy külön alapjuk van. Az elgondolás előtt nem az volt, hogy a szakma robbanjon fel. Az elgondolás előtt az volt, hogy a dokumentumfilmek kapjanak platformot, kapjanak egy megjelenési lehetőséget, és ez a megjelenési lehetőség ne ingyen történjen, mint amúgy van, mert mindenki, aki a pályázatokon elindult, a dokumentumfilmes tervei mellé hozott egy szándékot.
teljes örömmel ingyen mutatta be ezeket a dokumentumfilmeket, hiszen a bemutatás, a tévés bemutatás normatív pontot ért. Nemzetközi szinten néhány sikerült csak. Ez nem azt jelenti, hogy ez egy eladhatatlan termék. Ez azt jelenti, hogy ezt átgondoltan marketolni kell a világ felé, tehát az értékesítést fel kell építeni. Most ennyit tudok csak elmondani, az arhozikkal kapcsolatosan pedig akkor, amikor leütünk egy munkamegosztással kapcsolatban beszélni. A NEFMI, illetve az NKA magára vállalta azt, hogy az arhozikat, lévén ez exkluzív kultúra és az artinformalizás, ők fogják támogatni, ők akarták támogatni. Ha ezzel kapcsolatban nincsenek még elképzelések, mi ebben segíteni fogunk, mert mindek az érdekre, és a magyar film, amit kitámogatunk, az is ezek a mozikba kerül bemutatásra kerül. Köszönöm szépen, most tényleg Vészi János. Az, hogy többször elhangzott Ágival Péterben, most már nincs igazán, hogy többször elhangzott a részletekről azt, hogy a támadásokat meg kell elnézteni. Ez számomra azért nagyon furcsa, mert akkor nem tudom, hogy idáig hogyan történtek a kommunikációk. Szóval lehetséges, hogy ti is abba a hibába keveredtetek, mint ahogy ez időnként elő szokott fordulni bizonyos kormányzati munkák során, hogy annyira a saját támogatókkal, vagy a saját a gondolat egyetértésben lévő emberekkel kommunikáltok, hogy nem jut el hozzátok az, hogy a szakmának egy másik része, és akkor szándékosan nem mondanám azt, hogy ki van a többen, mert ez a számából, hogy kinek a tüntetésén vannak többen, meg hogy kihez tartozik több alkotó, meg ilyenek, ez eléggé meddő és reménytelen vitafajta. De mégis azt gondolom, hogy sokan vannak, akik így gondolkodnak, ahogy most ebben a teremben végül is nehezen, de beindult egy érdemi beszélgetés. Hogyha ti ezzel most szembesültek először, akkor nagyon komolyan el kellene kezdeni valóban gyakran részt venni. Nem most, de most nagyon meglepődtetek azon, hogy ti jót akartok, és mégis sok ember van, aki ezt az egészet nem érzékeli. Érzékeli, hogy jól nézitek azt a munkát, amire megbízatást kaptatok, de felülről a magyar kormánytól kaptatok megbízatást, és még nagyon jó, hogy ez a kormány nem kíván napi szinten beleszólni, ahogy te mondod, hogy nem szólnak bele a döntésekbe. Mi azt szeretnénk, hogyha ez a megbízatás a szakma képviselői részéről érkezne, vagyis hogy a szakma megteremti a maga delegátjait, lehet, hogy ti lesztek azok, vagy köztetek lesz továbbra is, hiszen valóban itt arról van szó, hogy sem a jó rendező, sem a jó szakember hosszú távon nem kerülhető meg. Tehát ebben a kis szakmában ugyanazok fognak filmet csinálni, persze jönnek újabb fiatalok, de ugyanazok fognak szakmát csinálni, ugyanazok fogják vezetni a szakmát, amit is vezetik. Csak nem mindegy valóban, hogy milyen struktúrával. És amikor ti műhelyről beszéltek, akkor valószínűleg olyan műhelyre gondoltok, hogy majd jelentkezik néhány fiatal, és azoknak majd meggondoljátok, hogy melyiknek adtok így vagy amolyan módon pénzt, mert hogy fiatalok, és azok magukat mondjuk a tudai műhelynek fogják nevezni. De az a... Nem, jó, majd, bocsánat, mondok valamit. De az az adott műhely, mondjuk a tudék műhely, akkor fog műhelyként működni, hogyha rendelkezik egy önálló pénzösszeggel. És amit a Béla most szimbolikusan megteremt, ez a gesztus is így értelmezhető, hogy létrejön egy önigazgató műhely. Tehát, hogyha hajlandók vagytok a pénz egy részéről elmondani, és azt mondani, hogy ezt ennek a műhelynek adjuk, azt pedig annak a műhelynek, és mondjuk két év alatt bizonyítsa be, hogy három év alatt az a műhely, hogy képes volt értéket teremteni, és ha nem, akkor az a műhely többé nem kap, akkor értjük egymást, és akkor tetszeni fog ez a fajta együttműködés. És még egy utolsó szó, hogy sajnos nem sikerült elérni azt, hogy a televízió ne ingyen játssza majd a dokumentumfilmeket. Ez nem így van. A televízió most eldönti, hogy milyen filmeket tart igényt, a Vitézi Laci és a többi televíziós megrendelő, és azokat ingyen fogja játszani. Tehát bolond lenne azon kívül, hogy pénzt ad ezekre a filmekre, még külön a producereknek vagy az alkotóknak sugárzási díjakat fizetni. Tehát ilyen szempontból csak mindössze csak annyi történt, hogy egy működő területet,
amivel nem szívesen foglalkoztok, mert sokan vagyunk is, kellemetlenek vagyunk, és általános egyfolytában a mai valóságról szeretnénk azonnal a filmet csinálni, ezt a nyűgös területet átpasszoltátok egy másik csapatnak, amelyik meg úgy gondolja, hogy ő szintén a kormánytól kapta a megbízatását, majd elmondja, hogy neki melyik a jó film. Köszönöm. Köszönjük szépen. Akkor a Mészáros Mártának kérünk egy mikrofont. És közben kérem, hogy aki még hozzá akar szólni, ez már úgy tűnik, hogy az utolsó kör az most egy össze magát. Szomorúan hallom, hallgatom a hangosági, olyan, mintha nem tud, ez nem párbeszél. Te válaszoltál arra, védekeztél, hogy most kaptatok egy csomó kritikát, és most végig fogjátok emészteni és gondolni, mintha ettől a szakmától egy külön egység, ahogy a Viszi mondja, ott vagytok, megbízva állam által és állam ad nektek pénzt. Az 5 milliárdos tartozást, amivel a producerek tartozásokat
tartozhat a bankok felé, azt kifizettük. Tárgyaltuk a bankokkal, megállapodtuk velük. Igen, elhangzott az utóbbi időben, hogy a producerek most tartanak tőlünk, mert most ők nekünk tartoznak, hiszen a tartozásokat megvettük. Ez mindaddig tart, ameddig a Magyar Mozgókép Közalapítvány nem tényti meg azt a tartozását, amivel tartozott a producerek felé, azaz most már felénk, hiszen ezt a követelést a producerek ránk engedményezték. Ez óriási munka volt ennek az egésznek a rendszerét felépíteni, kitalálni, és visszautasítom azt, hogy egy hatalom nevében beszélek, én a szakma nevében beszélek. És azon dolgozunk, hogy ezt, ha valaki azt gondolja, hogy engem a hatalom nevezett ki az eddigi tevékenysége miatt, súlyosan téved. De súlyosan téved. Tehát megszereztük a pénzt arra, hogy ezeket az adósságokat ki tudjuk fizetni, megszereztük a pénzt arra, hogy a producereknek, ha sajnos nem is 100%-ban, de ki tudjuk fizetni azt a tartozást, amivel felénk a Magyar Mozgókép Közalapítvány tartozott, már olyanokat hallok és olvasok, hogy fekete listák léteznek, mert mi azokat, akik nem fogadják el a mi feltételeinket, azokat fekete listára tettük. Nem igaz. Nem kell egy jelenségképet találni. Sokakszor mondom el, de nagyon sok pénz van most. Nem csak a filmalapnál, hanem a médiahatóságnál is, és tovább megyek, a médiahatóság rendelkezik azzal a 2,5%-kal, amit a kereskedelmi televíziók a reklámbevételéből befizetnek a médiahatósághoz, és azt a pénzt új magyar filmalkotások létrehozására kell fordítani. A filmalkotás nem csak film, dokumentumfilm is, animáció is, rövid animáció is, hosszú animáció is, egész estés filmekre kell fordítani. Tehát elindult az, hogy tévéfilmek pályáztatása folyik, elindult az, hogy dokumentumfilmekre lehet pályázni, és elindult az, hogy az egész estés műfajokra lehet pályázni. Az, hogy egy animációs filmet fogunk támogatni, elhangzott egy szám, amit az elmúlt évek tapasztalataiból mondtunk. Ha két animációs film tud elkészülni évet, akkor kettőt fogunk támogatni. Ha annak olyan az üzenete, olyan a forgatókönyve, olyan a finanszírozása, ez magától értetődik. Ezzel a számok tájékoztató számok voltak. Nem kell úgy gondolni, hogy ha most bejön hozzánk 10 darab csodálatos animációs terv, akkor mi majd kiválasztunk egyet. Azokat választjuk ki, amelyek a kvalitásaik és a finanszírozások alapján, és az első a kvalitás, a forgatókönyv, a megvalósítottság, a történet és a történet relevanciája. Ez csak egy választhat az úr. Tehát az, hogy nem a szakmát veszünk figyelembe, és nem a szakmáért dolgozunk, és nem a szakmát képviseljük, ezt ezúttal visszautasítom már. Köszönöm szépen. Mert megadnám a szokásra, ez a szó csak egy teljesen nagy kérdés. Most már igen. Ez a mikrofon legyen, addig ne beszélj, mert nem tudják fordítani. Én csak egyetlen egy mondatot szeretnék mondani. Nagyon örülök, hogy Havassági ismét kimondta ezt az 5 milliárdos adósság összeget. Ezt egyébként akkor is örültem 2 hónappal ezelőtt. Igen, azt is hallottam, amikor akkor is örültem, amikor Endi Vajna hasonló összeget végre kimondta egy-két hónappal ezelőtt. Most ehhez képest nagyon csodálkozom, hogy a tegnapi nyilatkozatokban, amit nekünk elküldtetek, ahol megint csak 10 milliárdról beszéltek. Úgyhogy ez körülbelül jelzi a komolyságát a dolognak. Köszönöm szépen. Igen, a Magyar Mozgókép Közalapítvány a producereken keresztül tartozott 5 milliárd forinttal, közvetlenül a mozgókép szakmai cégeknek, artmoziknak, artműforgalmazóknak, produkciós cégeknek tartozott további, és ez megnézhető a Magyar Mozgókép Közalapítvány mérlegében, további 1 milliárd forinttal. A Magyar Mozgókép Közalapítvány kiadott szándéknyilatkozatokat több mint 2 milliárd forint értékben, ezt ha nem adósságnak nevezzük, akkor minek nevezzük? Tehát az, hogy volt egy 5 milliárdos banki adósság, ez 49 producert érintett, és nagyon sok filmtervet, hiszen a legjobb producerek kényszerültek arra, hogy banki tervjenek föl.
Tehát ez az egyosság nem ért véget azzal, hogy a bankoknak tartoztak a pénzt. 10 milliárd meg így se jön össze. Akkor mondok még valamit. 1,6 milliárdos visszatértendő támogatás nyújtott a Magyar Mozgóképhez Alapítvány, ami a könyveiben, a méletében egy behajtandó követelésként szerepel. Ezzel a szakma tartozik a Magyar Mozgóképhez Alapítvány. Nem megy a kollégia. Egy mondatot a mozgóképhez. Bocsánatot kérek, én is akár megadom a szót, az a feltétel, hogy neked kell hogy egy mondat menjen. Nagyra becsülve az értüntett dolgaidat, és tényleg félre ne érts, tehát semmi személyes nincs szerintem az indulatokban ezt vegyék neki ebből a dologról. De csak egy ötlet, amit egyébként a kulturális bizottságból is elmondtam, és dobott egy hátas tőle az illető, ugyanis itt két évig azért nem készült film. Na most az a 10 milliárd, évi 5 milliárdra vagy a filmnek a támogatása, miről beszélünk? Tehát akkor miért nem azért harcoltunk, hogy két évig pusoltunk, két évig nem csinált semmi filmet, visszaadtuk, visszatlátásra. Tehát akkor a kormánybiztos úr, akinek jó bejárata van valószínűleg a politikához, mondja el, hogy egyébként ez a szakma le tudta ezt a tartozást. Tehát nem igaz ez a 10 milliárd, tehát nem készült. Még egyszer elmondom. Tehát a pontosan a mérleg szerinti tartozás a bankok felé az 5,03 milliárd. Több mint 1 milliárd forinttal tartozott az alapítvány ezeknek az elmondott cégeknek. Több mint 2 milliárd forintos szándékmutatkozatok voltak. De a kormány nem fizetett. Másfél milliárd forintos normatív követelése lett meg a Magyar Mozgóképhez Alapítványnál. Pont 10 milliárd. Lehet, hogy 9-8, lehet, hogy 10-2. Ábi, ez a 10 milliárd. De két éven keresztül nem készült magyar film. Két éven keresztül nem készült magyar film. Az évi támogatás ennek a vetőpontnak volt 5 milliárd. Akkor a kormány fizesse ki, és le van tudva, és nincs adósság, a producerek nem adósok, nem fizet, tehát még mindig az van, hogy bocsánat, álljunk meg. A normatív támogatás, amit a producerek elvárnak joggal, azt ki lehet fizetve? Nem. Virtuális pénzről beszélünk. A mozgókép közalapítvány által kiadott szándéknyilatkozatok ki lettek fizetve? Nem. Nem. A téli filmek például volt a Kotárféle filmben 100 millió forintos. És ki lett fizetve? Nem lett kifizetve. Virtuális pénzről beszélünk. Amiről beszélünk, az 5.03. Akkor nem veszem figyelembe azt a tartozást, amivel ezeknek az elmondott cégeknek tartozott az alapítvány, megkötött támogatási szerződések alapján. Ez egy több mint 1 milliárdos összeg. Tehát ezt hozzá kell adni ehhez az ötöz. Akkor azt mondom, hogy 10-ről szólok. A normatív támogatásokhoz, ugye változtatok. Értem. De az az érdekes most, hogy ezt a virtuális pénzt mégis össze tudjuk számítani a nem virtuális és már kifizetett visszatérítendő támogatásokkal. Ezen kívül azok a szándéknyilatkozatok, amiket az alapítvány kiadott, lehet, hogy az alapítvány a szándéknyilatkozat szövege szerint, mert ezeket olvastam, ezeket nem veszi magára a kötelezőnek, mert azt mondja, hogy akkor tudom odaadni, ha maguk érzem. Azonban azok a producerek, akik megkapták, és azok az alkotók, akik megkapták ezeket a szándéknyilatkozatokat, mégis úgy tűnt, hogy komolyan veszik ezt a szándéknyilatkozatot, és elindultak Európa szerte, majdnem mindegyik film kapott, vagy te pont nem, mert elindult a Szász János is kapott önkéntes elindult a Nemes Gyula is kapott média támogatást, elindult a Rádos Péter is kapott média támogatást. Jó, a Patakiás én látom jelentkezni, ha jól látom. Sőt, a producereket megpróbálják 80%-ra
és remélem, hogy nem tudok olyan alkoholat ezzel, mert tökéletesen egyetértek abban a Béláékkal, Tabéláékkal és a szakmával, hogy a szakma önkormányzatiságát meg kéne újból teremteni, vagy vissza kéne állítani, de legalábbis valamilyen közös megoldást kéne találni, amire szerintem egy írásos anyagot kéne adni a szakmának, hogy mit gondol, és ez az alaphoz fordulni. Viszont nem szólalt senki fel, aki már volt tárgyalni, akár elutasított, akár befogadott projekt alapján. Én voltam bent elutasított és befogadott terv alapján is, és mind a két tárgyalás, mind a két konzultáció abszolút korrekt volt és konstruktív. Tehát ezt muszáj azért megjegyeznem, hogy ugye az ott ülő mindenki jelen volt ezeken a konzultációkon, és az ott ülők szakmaisága, jó indulata és konstruktív hozzáállása, ami esetben megkérdőjelezhetetlen volt, és azokkal, akikkel én beszéltem, akik részt vettek ugyanilyen konzultációkon, azoknak ugyanez volt a véleménye, csak senki nem szólalt fel most ebben a kérdésben, de hogyha van ellenvélemény, akkor szívesen meghallgatnám. De mondom, megint csak hozzáteszem, hogy azzal maximálisan egyetértek, hogy az önkormányzatiságot valahogy vissza kéne állítani. Köszönjük szépen! Hát én zsűrvetenét, hogy itt senki nem személyes jó indulatot vagy rossz indulatot emlegetett, vagy szakmaiatlanságot emlegetett, hanem itt strukturális problémák. Aki bírálta, az strukturális problémákat bírált, és nem abszolút nem volt ennek személyes vonatkozása, úgy gondolom. Egyetlen egy mondatot nem nagyon egyszerűen hangsúlyozom. Ágért elmondta, az jó lenne? Ugyanis elmondta. És úgy, ahogy elmondtam. Azért, mert szerintem senki nem látja át. És ez az megint a probléma. De teljesen hogyan, kinek, hogyan, miért tartozik. A virtuális tartozás, a virtuális, vagy valóságos. Itt azt érzem én, mint a rendező, tehát nem vagyok producer, nem megyek produceri tárgyalásokra, csak annyiban érint, hogy alá kell írnom a felelősséget, alá kell írnom hozzáteszem, miközben bizonyos dolgokban nem döntök. Tehát jó lenne tudni, és ezt mondta már, mi a jogkör, hogy áll ez jogilag, ti nektek mi ebben a szerepetek, ez világ, ez két oldal. Ezt meg lehet fogalmazni. A szakma ezzel nem szemben állva, először is tudomásul véve, vagy figyelembe véve, vagy a valóság tartalmát megvizsgálva, tudna egy álláspontot kialakítani. Erre mondtam én annak idején Varsamikos, mint független kértünk meg, most ugyanúgy meg lehetne kérteni a szakmának, akár lehetek együttet független, jogász és közben az, aki ezt megnézi. És nincs az a félreérthető folyamatos párbeszéd. Mert ez nem vezet bennünket sehol. Az alapkérdés egyébként továbbra sem ez, hanem az, hogy megmarad-e, tehát plurális lesz-e valamennyire ez a szisztéma, vagy nem. Ez a második kérdés, hogy gazdaságilag hogyan működik. De addig, míg ezt mi magunk között sem tesszük, nyilvánvalóban, hogy mi a célja ennek a dolognak, és hogyan lehet ezt struktúrálisan elérni, vagy is még nem arra hogy lesz mondani, de egy ilyen teljesen érthetetlen egymással mutogató párbeszéd. Amiben nem tudjuk pontosan, hogy lehet, hogy neked van igazad, de lehet, hogy a kilóan olyan sétulának, vagy a tarvinának. Nem tudom én, mint a rendező, itt ebben a pillanatban eldönteni. Nem ismerjük az adatokat. Kérjük, nem kérjük, követeljük. Itt a különbség, bocsánat. Hogy akkor ezek legyenek teljesen nyilvánvalóan, valóban alátászva, hogy nyilvánosan. És akkor nincs miről vitatkozni. A mikroszkopik közalapítvány mérleg egyébként nyilvános. Tehát annak pontosan fel fogjuk tenni a honlapra a konszolidációval kapcsolatos adatokat egészen pontosan. Köszönöm szépen. Mielőtt megadnám a következő eltérőnek a szót. Én értek milyen struktúrális problémákat, mert hogy elég abszolút az a párbeszéd, hogy most itt rögtönnek milliárdok és bankokkal való tárgyalások az egyik oldalon, a másik oldalon, mert ugye a filmművészet, magyar filmművészet jövője. Hogy mégis is ez a nemzeti film alatt egy olyan szervezet, amely egyszerre foglalkozik egy csődgondosság feladatával és a bankokkal való tárgyalásokkal, és a másik oldalon pedig játékfilmek forgatókönyveinek elbírálásával. Most én azt hittem, hogy ez kétfajta tevékenység, és nem tudom, hogy
mind a kettőre ugyanaz a szervezet egyformán alkalmas lenne. Igen. Hasonló szeretnék észrevétel, ez ott a bármi. Tehát abban a pillanatban, hogy századszor valamiféle a film alap legitimitására, a szakmai legitimitására megkérdező önöknek. Önöknek az, hogy eleve az a válasz, hogy a film alap rendelmi lehetőségűségét használják. Gondolják, hogy arról szól, hogy azért kell eljutni a film alap, mert az emberkára kiegyítettet azáltal, hogy valóság hangzott fel. Főként az évben lévő filmkérdő hatására hallgassza fel ezeket a valóságokat, amelyeket nem lehet mondja bőrészkedni, mert fedezet nélkül volt képtelen számítanakozatokat és hasonlókat el. Most képtelen megváltozott a film alap aurájára a helyzet, a film alap képes ezeket a virtuális hősorokat rosszul, mert ettől mint a ház lehető. A dramaturgiája, ennek a beszélgetésnek, amit zajlik, az idealitől beszélgetett újra, ez újra erről szól. Tehát azért nem kell tanásolni ezt éve, mert a legitimitási elkérdezőkat erről szól, az arról szól, hogy a szakma pályára beállt a szakma, különböző csatornának az akadályát tükröző szándékokból, kialakult konszenzusok alapján kérdeket korábban a személyes és struktúrális válaszok a szakma a kérdésére, most pedig ez nem így van. Tehát valóban a minden szempontból a kormánybiztosi kinevezés az ebben a katasztrófának, katasztrófának a helyzetnek a kezelésére tűnik talán egy válaszra. Mely katasztrófa a helyzet, abból a kormányzati döntéshozatból fakad, hogy a filmkérdő bennem tartását kiköszöltetik. Ott hátul még láttam egy kezet, csak odáig nem nagyon erre látok el ott a balkonat. Láttam és kezet leváltam. Jó, de nem volt, én elég később, de volt. Nem akarok provokálni, és azonnal beszéljen valaki, mert rosszul láttam. Én teljesen csak egy kívánként szeretnék megszólítani Pával. Én picit magamért is érzem az ügyet, mert én is mozgóképet szeretnék majd tanítani a gyerekeknek egy év múlva. De ugyanakkor én is nyilvántam filmeket, hogyan amatőr szintben is, és itt szeretnék egy említést tenni egy pályázatról, illetve egy lehetőségről a fiataloknak, ami teljesen független, és én is létezik ilyen, hogy független film. A Faludi Ferenc Akadémia minden évben rendezett pedig fesztiválokat, nagyon sok éven keresztül, és mindig eljött motto volt ennek a lényege, és ebben nagyon sok filmet be lehetett adni, dokumentumfilmet és kísérletfilmet is, 20 perc terjedelmi. Tehát, és nagyon sok filmet tudtak támogatni különböző módokon. És szerintem ez egy jó példája annak, hogy igenis létezhet ilyen film, és is, hogy ezeket a filmeket lehet. Tehát, hogy az igazán teljeséges filmet sem meg tudnak szólalni, akárhogy csak annak összefüggő is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, minden csatorna, alternatív csatorna nagyon fontos. Én úgy gondolom, hogy elég későre jár, akkor a Gurik Gregor tegnap este odajött hozzám, és azt mondta, hogy neki 12-kor majd el kell mennie, mert hogy megy a gépbe, akkor azt mondtam neki, hogy nyugodj meg, mert 12-re szerintem vége lesz. Alábesültem mindazt a probléma halmazt és vitatkozó kedvet, ami ő itt nem bennetek fölbuzgott, de nem ő is fölbuzgott, nem végül is elég úgy jut össze. Azt ne kívánjátok tőle, hogy én most összegedem ezt a vitát, csak annyit szeretnék mondani, hogy jobb ezt most így nyitva hagyni, és remélem, nagyon örülök annak, hogy ez a szemle egyáltalán alkalmat adott arra, hogy ezek a vélemények nyilvánosan elhangozzanak, hogy egymással szembesüljenek az álláspontok, és gondolom, hogy azért kell nyitva hagyni ezt a vitát, mert semmilyen kérdés igazából nem oldottunk meg, valószínűleg soha nem volt még olyan vita, ami konkrétan kérdéseket oldottak, meg azok a kérdéseket csak extra menek és fölvetik, és valószínűleg